Miután áttekintettük a bioszféra általános övezetességét, a továbbiakban a magassági övezetesség témájára térünk át. Ahogy említettem az előző alkalommal, a bioszféra általános övezetessége és a magassági övezetesség számos hasonló vonást mutat. Mindenekelőtt, ahogy észak felé haladva, tehát az egyre magasabb földrajzi szélességek felé haladunk, a hőmérséklet csökken, ezzel együtt a növényzet produktivitása is csökken, és ezáltal alacsonyabb primer produkciójú és egyszerűbb szerkezeti társulások jönnek létre. Ez a szabályszerűség érvényesül akkor is, hogyha magasságban egyre följebb haladunk a hegységekben. A lényeges különbség azonban abban áll, hogy míg észak felé haladva egyre inkább az érvényesül, hogy van egy hosszú nappalos fél év, amikor ugyan a nap alacsonyan jár, de mégis a nap 24 órájának jelentős részében van fény, addig az év másik szakaszában fényszegény, sugárzó energia szegény időszak következik. A magas hegységekben ez nem így van, mert minden egyes magas hegység a sugárzás mérlegében a földrajzi szélességének megfelelő helyzetet mutatja. Tehát különbség van a trópusi, a mérsékeltövi és a hideg égövi magas hegységek övezetességében. Ezen kívül jelentős különbségek vannak aszerint, és ez szemlélteti rögtön az induló kép, jelentős különbségek vannak aszerint, hogy a csapadék mennyiségnek, mindenekelőtt a szilárd halmazállapotú csapadék mennyiségének megfelelően, a szilárd halmazállapotú víz, vagyis a jég felszínformáló munkája érvényesül-e, vagy sokkal inkább a hatalmas nagy hőmérséklet kilengésből adódó fizikai aprózódás, és csak alárendelt mértékben a jég eróziója játssza a szerepet a felszín formálódásában. A kép annyiból torzít, mert első benyomás alapján azt hinnénk, hogy ez a hegység jóval magasabb, hiszen sokkal több a hó és a jég, pontosan fordítva van, hiszen az egyik az Alpok, méghozzá a Monte Rosa csoport, az Alpok második legmagasabb része, tehát itt éppen, hogy 4000 méter fölé megy a magasság, a másik viszont egy száraz belső-ázsiai magas hegység, a Hindukus, ahol ez a csúcsrégió legalább 2000 méterrel magasabb, mint az Alpoknak ez a magassági szintje. Látható tehát, hogy éles kontraszt van a magas hegységek között, hogy a gleccserek által történő glaciális erózió, vagy a fizikai aprózódás az, amely a felszíni formákat meghatározza. Ilyen értelemben tehát különböző típusú magas hegységek vannak Eurázsiában, sőt még Európán belül is. Míg az európai magas hegységekre, Pireneusokra, Alpokra, Kárpátokra és az Európa határán húzódó Kaukázusra a humid magas hegységek övezetessége jellemző, addig a mediterrán félszigetek déli részein már, sőt Kis-Ázsia legnagyobb részén is, egyértelműen már a száraz magas hegységre vonatkozó viszonyok azok, amelyek érvényesek.
Na most ebből az egész szempontból különleges helyzetű a Kárpát-medence, hiszen bár az őt körülvevő hegységek humid jellegűek, csapadékos, geomorfológiai jellegűek, a medence belső részén már részleges csapadékhiány mutatkozik, tehát vannak olyan hegyvidékek, elsősorban a karsztos hegyvidékeink, ahol már az arid hegyvidékekre jellemző vonások is megmutatkoznak, például olyan helyeken, mint az aggteleki karsztvidék, vagy például a Torda hasadék és környéke Erdélyben. Ezen a képen tehát Európának az általános életföldrajzi szerkezete látható, barnával, sötét barnával azok a területek vannak kiemelve, ahol alpin jellegű övezetességet mutató magashegységek vannak. Ez egyúttal meghatározza az európai biológiai sokféleség szintjét is. Látható, hogy bizonyos európai magashegységek, Pireneusok, Alpok, a Kárpátok, de még a Szudéták és a Cseh-erdő, Bajor-erdő is, valamint a dinári hegyvidékek, illetve a kelet-balkáni magashegységek, a Stara Planinától az Olimposzig, ezek mind igen magas biológiai sokféleségű hegyvidékek. Ezt jelzik a sötét piros négyszögek ebben a hálózatban. Ezek külön ki vannak emelve ezen az egyszerűsített térképen, és ezen még az is látható, hogy ettől délre viszont, bár a fai sokféleség nem olyan magas szintű, mint a dél-közép-európai hegyvidékeken, például a balkáni hegyvidékek jelentős részén, a faj számok jól lehet kisebbek, de ezen belül sokkal nagyobb a benszülött fajok, a szűk elterjedésű, például csak a Görögország déli részére, például a Peloponnézosz hegyvidékeire, Kréta hegyvidékeire, stb. Jellemző endémikus fajoknak a száma. Ezek tehát lényeges területek voltak a biológiai sokféleség megőrződése szempontjából a negyedik időszak klímaváltozásai során. Na most tulajdonképpen ezek a dolgok határozzák meg a magashegységi faunák vizsgálatának a szempontjait. A magashegységi faunák vizsgálatának a szempontjai tehát az alacsony hőmérséklet, illetve a klíma szárassága az, amely számunkra érdekes. Amennyiben az alacsony hőmérséklet a meghatározó, és ugyanakkor van megfelelő csapadékmennyiség, akkor csapadékos típusú magashegységi övezetességgel találkozunk, ezt röviden alpin típusú övezetességnek nevezhetjük. Amennyiben a klímának a száraz volta az, amely dominál, ez a száraz magashegységben más típusú növényzetet és más típusú állat-fajegyütteseket, más típusú faunát hoz létre. Ilyen értelemben az alpin típusú magashegységeknek van egy száraz típusú ellenpárja, ezek a xeromontán magashegységek, amelyek természetszerűleg az őket gyakran körülvevő sivatagokkal állnak nagyon szoros kapcsolatba, ahogy például ezt Belső Ázsia esetében láthatjuk. Ezzel indítottuk tulajdonképpen ezzel az ellentétpárral, tehát az egyik, illetve másik nagy magashegységi típussal.
Na most, hogyha az övezetességet nézzük, akkor általában azt mondhatjuk, hogy mérsékeltövi viszonyok között az alpin típusú magashegységek övezetességének van egy általános sémája. Gondoljunk vissza arra, amit az előzőekben a primer produkció tényezőivel kapcsolatban mondtam. Ahol lehetőség van arra, hogy a hőmérsékleti és csapadék viszonyok összjátéka lehetővé teszi, hogy a felszín összefüggő vagy közel összefüggő növénytakaró borítsa, ott a felszínnek a hőháztartása gyakorlatilag a vízfelszín hőháztartásához válik hasonlóvá. Ez jellemző az alpin típusú övezetességnek az erdő és nem erdő övezeteire is egyaránt. Más a helyzet a száraz magas hegységek világában, ahol tulajdonképpen a nagy magasságokból lefolyó vizek azok, amelyek helyenként foltokban létrehozzák a dúsabb növényzetet. Tehát például itt megint a Hindukus hegységben vagyunk, ez a Gizár folyó völgye. Látható, ez az opálos színű víz jelzi, hogy a víz a legmagasabb részek jégárainak az olvadásából keletkezik, és az opálos szín a finomabb szemcséjű kőzet törmeléknek a fénytörési hatása okozza. Tehát a lejtők legnagyobb rész szárazak, mint ahogy a plató jellegű részek is szárazak, és látható, hogy csak a 7000 métert megközelítő legmagasabb csúcsok azok, amelyeken hófoltok, átnyaraló hófoltok, vagy eljegesedési foltok vannak. Látható tehát, hogy az szálban álló sziklákat mindenütt saját törmelékük temeti be, ez jellemző általában a száraz típusú magashegységekre, tehát lehet látni, hogy mezőgazdasági termelés legfőjebb csak a vízzel jobban ellátott kisebb lejtő föltokon vagy a vízfolyások mentén kis kiterjedésben lehetséges. Az előbbiek azt a képet mutatták, hogy ezek meszes alapkőzetű magashegységek, ehhez képest sokkal ridegebb viszonyokat mutatnak belső Ázsia gránit magashegységei, mint amilyen például a mongol Altájnak ez a részlete, amit itt látunk. Itt a Kovt folyónak az árterét látjuk, ezen az ártéren vannak a kisebb-nagyobb települések, általában szerény júrta csoportok formájában. Ezek legeltethető zöld területek, míg látjuk, hogy maguk a hegyvidéki részek minimális növényzetűek, és hogyha egy kicsit közelebb megyünk, akkor is csak azt látjuk, hogy a kőtörmelék között egy-egy törpecserje, vagy sás, vagy hűcsomó folt alkotja a növényzetet. Tehát messze nem összefüggő, annak ellenére, hogy ez egy nyár elejé időszak, amikor még ez a félsivatagi terület viszonylag csapadékos. Említettem azt, hogy az európai alpin típusú magashegységek magassági övezetessége lényegében egy kaptafára működik. Ami a tankönyvekben benne van, ez, amit általában helvét vagy svájci típusúnak nevezünk, ez van a Kárpátok jelentős részén is. Tehát melegigényesebb lomberdő, úgymond tölgyesek,
utána hűvösebb, csapadékosabb klímát igénylő lomberdők, a montánövezetben tűlevelű övezet, amely egyre inkább letörpül, törpefenyves, alpín gyepek és fölötte szubnivális párna növényzet, és e fölött már az örök hó és jég birodalma. Ez módosul az Alpok különböző részein, annak megfelelően, hogy milyen légáramlatoknak kitett az Alpok adott része. Az északi Mészalpokra az jellemző, hogy észak-nyugati irányból a csapadékos léghullámok, hideg léghullámok, hideg frontok ezt a részt érik el a legnagyobb intenzitással, következésképpen az erdő takaró hamar véget ér, tehát nem éri el a 2000 méteres magasságot. A meszes alapkőzet miatt a tűlevelű erdővezet már felszakadozik. A mészkő törmeléket megkötő törpefenyvesek nagy kiterjedésűek kívánnak, és a havasi legelő gyepek kialakulására egészen kedvezőtlenek a viszonyok. Ez jellemző tehát az északi Mészalpokra. A központi Alpok jelentős részére a Pennini típusú övezetesség a jellemző. A Pennini típusú övezetesség ott alakul ki, a belső Alpoknak azon a részein, ahol nagy magasságú hegyek vannak, de a csapadékot hozó légtömegek az északi peremterületeken megtörnek, és egy átmeneti csapadék hiányos rész alakul ki a belső Alpokban. Tehát egy alacsonyabb magasságban szinte erdősztyep jellegű növényzet van, ezt váltja föl a tűlevelű erdőövezet, amely viszont fölszakadozik oly módon, hogy a napfény igényes tűlevelűek alkotnak egy önálló alövezetet, a vörösfenyő és a cirbolyafenyő, és e fölött még törpefenyves van. Tehát nagyon magasan van az erdőhatár, 2200-2400 méter az a felső határ, ameddig a cirbolyások fölmennek. Ettől jelentősen eltérő a déli Alpoknak az inszubrikus típusú övezetessége, ahol már a mediterrán klímahatás érvényesül, ennek következtében letörpülő bükkös, szubalpin, letörpülő bükkös alkotja a felső erdőhatár, fölötte lucos övezet a csapadék hiány miatt már nem alakulhat ki, helyette magas hűvű szubalpin rétek jönnek létre, és az elégesedett rész is viszonylag magasan kezdődik. A Balkán-félszigeten, ahol nagy kiterjedésű, az Alpihoz hasonló övezetességű erdős magashegységek vannak, ott kétféle típusú övezetességgel találkozunk. Az egyik az úgynevezett kontinentális balkáni típus, ez leginkább a Pennini típushoz áll közel, olyan formában, hogy melegkedvelő és szárazságtűrő a növényzet az alacsonyabb régiókban, e fölött kiterjedt tűlevelő erdőövezet van, és a tűlevelő erdőövezet felszakadozó lazább felső részén már megjelennek ugyanúgy, mint itt a cirbolya, az öttűs pínuszok, méghozzá mészegény alapkőzeten a fekete balkáni fejű, a pínusz peuce, illetve
Mi meszes alapkőzeten a páncélfenyő, a Pinus helvreichi. És abban is hasonló a helyzet, hogy itt is magasan van az erdőhatár, meghaladja, például a Rivában, Pirinben meghaladja ez az erdőhatár a 2200 méter. Tehát van egy kontinentális balkáni típus, és van egy dél-balkáni típus, amely annyiban eltérő, hogy itt a nagyon laza felszakadozó tűlevelő állományt szárazság tűrő jegenyefenyőfajok, tehát szárazság tűrő endemikus egy-egy hegyvidékre jellemző fajú ABS-ek alkotják, és ezek közé már szárazság tűrő, gyakran pármás törpecserje növényzet tölti ki, és a fölötte levő növényzet is már legeltetésre kevéssé alkalmas, az alpin legelő gyepekhez képest sokkal szegényesebb és szárazabb viszonyokat nyújtó terület. És ezekben a balkáni magashegységekben pontosan az elmondottak miatt már nagyon jelentőssé válik az alapkőzetnek a hatása. Tehát az övezetességnek altípusai vannak, az ugyanúgy, mint az Alpokban, az övezetességnek altípusai vannak, az szerint, hogy meszes, vagy mészszegény, tehát granit-gnájsz őskőzet felépítésű az adott hegyvidék. Itt két szomszédos magashegység részletet állíthatunk szembe, ez a Pirinnek a legmagasabb része, ez a Vihren csúcs és környéke, ez pedig a vele szembe levő Iker csúcs, a Kutela. Illetve hát itt a két hegycsúcs közötti, mintegy 2500 méter magasságú nyereg látható, mind a kettő meghaladja a 2900 métert, tehát balkáni viszonylatban a legmagasabb helységek egyike. Látható az, hogy a törpefegyver zóna nagyon gyér, nagyon fölszakadozó, itt láthatók ezek a sötétzöld törpefegyves foltok. Mészköves alapkőzeten a gyepek is nagyon felszakadozottak, sziklagyep jellegű a legnagyobb részlet, és az is látható, hogy jégcsiszolta formák csak olyan formában vannak, hogy a domború lejtőket valamikor ugye a jég borította és lecsiszolta, de négy gletszer völgyek, kárfülkék, ahol a jég felhalmozódott, nem alakult ki. Mert ugye ez a meszes alapkőzet, ami sajátos módon egy nagyon érdekes kristályos mészkő, régi kristályos mészkő, ez a Pirini márvány, ami itt az alapkőzet, teljesen más vízviszonyokat produkál, mint a vízzáró alapkőzet a Rivában. Látható, hogy a valamikori eljegesedés mély teknőket, gletszervölgyeket formált itt, és jelenleg is a nedves klímára jellemző viszonyok uralkodnak, kiterjedt törpefenyvesekkel, illetve a törpefenyvesek között általában zárt gyepfoltokkal, ahol persze az erózió erősebben érvényesül, ott csak a törmelék megkötő növényzet az, ami viszonylag összefüggő zárt foltokat képez, de ahol platók vannak, ott már törpefenyő csoportokban bővelkedő zárt gyepek húzódnak. És sokkal több az átnyaroló hófolt is adott magasságban, mint a meszes, tehát víznyelő alapkőzetű egységekben. Sokkal változatosabb körülményeket találunk Belső-Ázsiában, tehát a
száraz klímájú magas hegységekben. Itt most elindulunk az Örmény fennsíktól, tehát Kaukázuson túlról, megnézzük a Káspi-tengertől éppen keletre fekvő Kopendák hegységet, megnézzük az Üzbegisztán és Kirgizia határán húzódó Aláj hegységet, utána megnézzük a nyugati Pámírt, a Transzili Alataut, amely egy csapadékosabb típus, és végül itt van a Dzsungáriai Alatau, amely földrajzilag közelebb van, közel van az előzőhöz, de sokkal kevésbé csapadékos. Látható, hogy a magas hegységek egy részében van erdőövezet, ilyen például a Transzili Alatau északi oldala, amely erősen alpin típusú, lomberdővel, tűlevelű erdővel, havasigetekkel, gleccserekkel. De már a Dzsungáriai Alataun a Pícel Srenkiánának a tűlevelű övezete már felszakadozik. Fatermetű juniperuszokból, fatermetű bogókákból álló erdőzóna van például az Aláj-hegységben, vagy a Kopendák-hegységben, a Káspi-tengertől keletre, ugyanígy az Örmény-fennsíkon, tehát csak sziklagyepekkel váltakozó ritkás erdők vannak, amelyeknek a képe teljesen idegen az európai magas hegységekétől. Látható tehát, hogy sokkal többféle övezetesség van, de ez még egyetlen nagy kiterjedésű magas hegységben is így alakulhat. Tehát itt van az Altáj hegység, amely Altáj hegység közel, ugye 2000 kilométeren keresztül húzódik Oroszország déli részétől, tehát Dél-Szibériától, egészen be Kínába, a Kínához tartozó, ugye, belső Mongólia területére. Látható, hogy itt az alpin típushoz közel álló csapadékos magas hegységek vannak, azzal a nagyon-nagyon lényeges különbséggel, hogy mivel itt a kontinentalitása a klímának egészen szélsőségesen nagy, ezért jellemző rájuk, hogy nincs lomberdőövezet, hanem van egy vörösfenyves tajga, ez felváltja egy sötét tajga, egy magas hegységi tajga, és utána már jönnek a szubalpin magas pólusok, és e fölött az alpin gyerek. Tehát egy az alpin övezetességnek egy sajátos dél-szibériai magas hegységi típusa jelenik meg, ez módosul az északi Altájhoz képest jóval magasabb észak-nyugati Altájban, a belső központi Altáj felé haladva. Itt már megjelenik az örök hó és jégövezete az alpin gyepek fölött, de egyúttal megjelenik az alacsonyabb részeken a klíma fokozódó kontinentálatása miatt a magas tűrű réccje. Az Altáj legmagasabb központi részén is ugyanez a típusú övezetesség van, csak még jobban széthúzódva, hiszen a csúcsmagasság itt már meghaladja a 4000 métert. A mongol Altájban, ahol sokkal szárazabb viszonyok uralkodnak, a mongol Altájban ez úgy módosul, hogy igazi erdőzóna az északi lejtőre szorítkozik,
a déli lejtőknek, illetve a belső Ázsia felé néző lejtőknek a viszonyai sokkal szárazabbak, és a sztyep övezettől délre már egy száraz sztyep félsivatagba átmenő száraz sztyep van, végül a Góbi Altájban már teljesen megszűnik az erdőtakaró, és a sivatagi magashegységekre jellemző szárazság tűrő növényzeti övezetesség jelenik meg. Na, milyen a hegyi tajga? A hegyi tajga egyáltalán nem olyan, mint amilyen az európai tűlevelű erdők. Az európai tűlevelű erdők lombkoronaszintje általában egy vagy kevés fajú. A másik, ahol összefüggő lúcos öv van, onnan általában lombosfák hiányzanak, és az erdő meglehetősen egyöntetű, nincsenek benne különböző növényzetű foltok, a hegyi tajgára jellemző nagy foltosság tehát onnét hiányzik. A hegyi tajgára az jellemző, hogy a fák, az óriás fák, amelyek állva halnak meg, a helyükön átadják a teret a üde magaskórus növényzetnek és a gyorsan felnövő puhafás lombosfáknak. Tehát itt a magaskórus növényzet a rövid élettartamú, gyors ciklusú, puhafás lombosfák és a magas kort megélő, de többféle fajhoz tartozó tűlevelű vegetáció, amelynek a dinamikája határozza meg itt a képet. A magas kórus növényzet az északi és északnyugati Altájban nagyon jellemző, részben az erdőhatárt közvetlenül követő régióra, részben pedig azokra a foltokra, amelyek a hegyi tajga dinamikája révén, mint foltok szabaddá válnak a lágyszárú növényzet számára. Hogyan lehetséges az, hogy ilyen köztudott a fagyérzékeny növények, mint például ezek a peóniák, itt el bazsarózsák, itt előforduljanak. A bazsarózsáknak a nagy géncentruma ugye Kínának a monszunikus vidékei, tehát ők úgy tűnik, minthogyha enyhe csapadékos klímát igényelnének, és fagyérzékenyek volnának. Igen, azok is. Csak az Orosz-Altájnak azon a részein, ahol ilyen típusú magas kórus növényzet van, ott jóval hamarabb megjön ősszel a magas hótakaró, több méter magas vastag hótakaró, amely ezt ugye ápolja és eltakarja. Tehát a viszonylagos fagyérzékenységük ellenére ez a típusú vegetáció ott tartósan fönnmarad és díszlik. Ennek a típusú magaskórus vegetációnak a párját egyébként a kanadai tajgában is szintén, ugye csapadékos tűlevelű övezet, megtaláljuk. Tehát például ennek az Aquilegia glandulosa nevű harangrágonak pompás növény, 2 méter magasra megnövő, hatalmas virágú növény. Ennek a legközelebbi rokonai a kanadai tajgában találhatók meg, itt a Bering szorosok keresztüli földrajzi összeköttetés érvényesül. És hogy lássunk ebből tájképet is, itt lejjebb a felszakadozó erdőhatárt látjuk, ezen a képen úgy szintén látható, hogy a zászpákkal, veratlumokkal váltakozó nagy haranglábak,
akviléviák borítják szinte összefüggő virágszörnyekben a lejtőt, illetve kicsit lejjebb a kedvezőbb nedvesség ellátottságú részeken már fajgazdagabb magaskórósok is megjelennek, peóniákkal, magas termetű pillangós virágú növényekkel, illetve ugye flómiszokkal, illetve zergeboglárral, az altái zergeboglárral, amelyik az erősebb sárga színével tér el az európai fajtól. És e fölött, mint látjuk, legeltetésre is alkalmas, dús havasi gyepek húzódnak. Egyébként ide lovakat szoktak fölhajtani nyári legelőre, ha esetleg előfordul, hogy hamarabb bejön a nagy hideg és a vastag hó, mint ahogy a lovakat le tudják hajtani, akkor bizony az állomány jelentős része itt pusztul. Tehát meglehetősen zord viszonyok uralkodnak itt, és ez még nem nagyon magas, ezek a részek épp, hogy meghaladják a 2000 métert. Ennél már magasabbak a mongol altájnak a hegyei, egyúttal szárazabb klímájúak is. Ezért a szibériai vörösfenyvesek itt a mongol altáj területén már felszakadoznak, és a magas tűvű sztyeppekkel egy ilyen nagyon sajátos, mozaikos vegetációt alkotnak. Ez a vegetáció jellemző az őskőzet, illetve meszes részekre egyaránt. Itt látható, hogy a szibériai lúc, illetve e följött a szibériai cirbolya alkotja az erdőállományokat, és ez a barnás szín, ami fölöttük a meredek lejtőtől mutatkozik, ezek magas fűvű réckeppek, például aránylag magasra növő tárgicsokkal, plumbaginácejékkel, tehát ilyen szalmavirágokkal, gomiolimonfajokkal, és ezek a fehér bobiták pedig az elvirágzott kökölcsinek. Látható tehát, hogy itt a magas hegységi sztyeppek jelentős kiterjedésűek még az erdőhatár fölött, és ezt váltják föl az alpin gyepek, illetve a magas hegységi tundrák. Majdnem összefüggő alpin gyepeket látunk, illetve ahol a fagy erózió hatása érvényesül, tehát apró szemcséjű kőtörmelék zónák jönnek létre, ott ennek az arktikus alpin növénynek, a magcsákónak, a driásznak, itt a driász oxiodonta faj él, tehát a magcsákónak a törmelék megkötő tundra növényzetre szorosan emlékeztető állományai jönnek létre. Ezek a magas hegységek egyébként a legnagyobb menedékei az olyan egyre ritkuló belső-ázsiai állatoknak, mint az altáji kőszáli kecske, az altáji vadjuh, ami az egyik legnagyobb termetű vadjuhféle, de ezeken a területeken él jelenleg is még nem túl nagy állományban, mint veszélyeztetett állat a hópárbuc. Tehát hópárbuccal ezeken a területeken lehet találkozni, de ahhoz azért elég nagy szerencse kell. Viszont mindennapos jelenségek a nagy csapatokban itt élő altáji hegyi tyúkok, a himalájai fakó kesejű, amely a legnagyobb termetű kesejű faj egész Eurázsiában, vagy talán globálisan is, illetve a szagállas saskesejű, amely ezeknek a szikláknak
a leginkább hozzáférhetetlen részeinkről. Tehát ez az állategyüttes van a mongol altáj legmagasabb részein, amit itt látunk. A hegyközi medencék nagyon érdekesek, jól legeltethető nyári legelők vannak, nyaranta ide települnek föl a nomádok a jurtáikkal, és szarvasmarhát, illetve még inkább szarvasmarha jak hibrideket és jakot tenyésztenek. És látható, hogy itt a magas hűvű réckeppen a magasra növő Leontopodium ochroleucum, a sárgás színű havasi gyopár egy fontos növény, a altáji vapiti szarvas is megtalálható, ezt részben háziasítják is az itteni nomádok. A szárazabb, kőgörgeteges részeken pedig a szárazság tűrő növényzet, egyben hideg tűrő növényzet sajátos példáival találkozunk, mint például a legelő állatok által is elkerült, ugye szúrós, Lagopsis marubiastrum, ez egy ajakos virágzatú növény. Ilyenek találhatók a kőgörgeteges jellegű részeken. Ezeken a belső medencéken, ugye Bletcher olvadékvizek által táplált édesvízű és sósvízű tavak vannak. A fölsőbb régió már sokkal szárazabb, látható, hogy csak nincsenek összefüggő gleccserek, hanem csak egy szárazabb tundrára emlékeztető, száraz tundrára emlékeztető növényzet van a legmagasabb csúcsokig, apolló lepkékkel és fehér tárgyicsokkal, vagy eleve szülő keserű fűvel, illetve az előbb látott macsákóval. A Himalájának, ami belső Ázsiának a déli peremén a legnagyobb magas hegység, és a Karakóramnak, amely hasonló magasságú, tehát szintén a 8000-et meghaladó csúcsai vannak, ezek a magas hegységek az övezetességnek megint más példáit mutatják. Tűlevelő erdő övezetek vannak, az alacsonyabban fekvő tűlevelő övezeteknek van ajnövényzete, rododendronokban gazdag ajnövényzetük van, a fölsőbb erdőzóna már fölszakadozó, és fölöttük már nagyon erősen széttöredező, gyepes övezetek találhatók. Ezek a Himalájára nézve endémikus fenyők, amelyek itt előfordulnak, ezek általában öttűs pinuszok, ilyen például a Pinus wallichiana, amelynek a tobozai nagyon hasonlítanak a Pinus strobushoz és a pencéhez, maga a növény is. Ez alkotja a felső erdőzóna legnagyobb részét, a csapadékos lejtőkön. A száraz lejtőkön viszont ez jelen esetben nem a déli lejtő, hanem éppen az északi lejtő, mert a nyári monszun mindig a déli lejtőket éri, és itt az északi lejtők azok szárazabbak, hidegebbek, és a növényzetük is, mint látható, erősen fölszakadozó jellemű. A gleccserek a nyugati Himalájának a viszonylag kevésbé csapadékos részein csak a legmagasabb részeken vannak, és a növényzetre is az jellemző, hogy üdén és változatosabb, fajgazdagabb növényzet
Csak ott van, ahol a gleccserektől lejutó olvadék víz egyúttal ennek megfelelő viszonyokat hoz létre. Itt a gelciánák, a tárnicsok, geániumok és még inkább a pedikuláris, tehát a kakastari fajok azok, amelyek igen nagy formagazdagságban jelennek meg, Nyugat-Kína magas hegységei, illetve a nyugat-kínai magas hegységekhez nagyon szorosan csatlakozó himalájai rendszer, ezeknek a nagy sokféleségi központja, vannak közöttük sárga virágúak is, nem csak bíbor és lila virágzatúak. Ezek a magas övezetek egyébként egyre följebb haladva már egy kőgörgeteges, sziklagyepes régióba mennek át, látható, hogy még följebb eljegesedési nyomok vannak, nagy eljegesedések viszont inkább csak a 7000 métert meghaladó csúcsokra jellemzőek. Itt a nappali aktivitású rovarvilág már elég szegényes, de ezek között vannak roppant látványos fajok, ilyenek, mint ahogy látni fogjuk az Apolló medvét. A gleccser olvadékvizek, ahol vízzáró alapkőzet van, ott ilyen tengerszemeket alkottak, ezek a tengerszemek egy mintegy 4000 méter magasságú hatalmas platón vannak a nyugati Himalájában, és ennek a platónnak a peremén van a Himalája egyik legnevezetesebb csúcsa, a Nanga Parbat, amely nem a legmagasabbak egyike, ugye 8100 métert éppen meghaladja, de a legnehezebben megmászható csúcsok egyike, az előtér az körülbelül 4300 és 4500 méter között van. Tehát ez a plató, és ebből emelkedik ki ez a hatalmas, örökhói síggel borított tömbbe. Na, ebben próbáltam összefoglalni az európai és az ázsiai magashegységi övezetességnek a sajátosságait.